Egy 32 éves nőt és egy 21 éves férfit állítottak elő a rendőrök a Kunszentmártoni rendőrkapitányságra. Hát megmondom őszintén, hogy én nagyon-nagyon helytelennek tartom, de valamiért itt Kunszenten ez most nagyon elhatalmasodott, és rongálnak is, és tényleg a más virágját elviszik. Én a Facebookon értesültem róla, mi még saját magunkon, hál' Istennek nem tapasztaltuk, de sajnos most itt ez nagyon gyakori, nem tudom miért, nem tudom. Ennyire rá lennének szorulva talán az emberek, nem tudom. A nyomozók a nőt és társát 12 rendbeli lopás vétség elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták. Elég szomorú. Én eltörném a kezét, aki elviszi, mert azért, hogy nem azért vesszük a virágot, hogy hát csak ott, hogy más ellopja, hanem azt, mert nekünk kell, meg a lelkünknek úgy jó, ha megemlékezünk róla egy csokorvirággal, akit oda tettünk. A rendőrök kutatás során a gyanúsítottak otthonában több ellopott tárgyat megtaláltak.